Zöld pántlika, könnyű gúnya. Ezt a címet viselte az a rendezvény, amelyet a 20 éves pántlika néptánc együttes rendezett meg Tamásiban. Az ilyen alkalmak összekötik, közösségé kovácsolják az együttes különböző korcsoportjait szülőkön, nagyszülőkön keresztül a különböző generációkat. Az első májusfát 2010-ben állították a néptáncos fiúk az együttes lányainak. Ez a májusfaállítás kicsit eltér a hagyományostól annyiban, hogy nem a házaknál állítják a lányoknak a fát, hanem egy fa kerül feldíszítésre a művelődési központ előtt. Kreppapír helyett sejemszalagokat kötnek a fiúk a fára, amelyekből a kitáncoláskor minden pántlikás lány kap egyet emlékül. Az összehangolt munkának köszönhetően egy hatalmas fa hirdeti a város központjában, hogy itt bizony fontosak a hagyományok. Ezért is döntöttek úgy, hogy a rendezvény folytatásaként egy népviseleti bemutatón keresztül mutatják meg vendégeiknek a környék viseleteit. Hívtunk baráti tánccsoportokat, vendégeket Decsről, Sárpilisről, Siolgárdról, illetve a saját táncegyüttesünk táncait és a viselettárunk viseleteit szeretnénk bemutatni. Természetesen elsősorban a saját területünket, a kaposkoppány mente viseletét. Hívtunk Páriból és Belecskából is sváb viseletet bemutatókat. A viselet bemutató úgy fog kinézni tulajdonképpen, mint egy divat bemutató. Falvanként vagy tájegységenként fognak felvonulni a gyönyörű viseletbe öltözött lányok, asszonyok, kisfiúk, férfiak, és mindegyikről egy rövid ismertetőt fogunk mondani. Néhány között tánc is lesz, hogy a ruhát ilyen formában is lássuk. A népviseletek ma már csak egy-egy rendezvényen kerülnek elő. A hagyományőrző csoportoknak ezért is van nagyon fontos szerepe abban, hogy minél több lehetőséget megragadjanak annak érdekében, hogy megmutassák a hagyományos viseleteket. A pántlikások rendezvényén az ünnepi alkalmakkor előkerült ruhadarabokat mutatták be az érdeklődőknek. És az utóbbi években azt tapasztalom, hogy a bársony, hímzett kötény, mellényes viselet helyett kezdik előszedni a szekrény mélyéből a régi brokátokat, a régi bársonyokat, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert ez volt az igazi. Ezek a viseletek Isten igazából csak templomba járós viseletek voltak, ebben nem táncoltak a színpadon, illetve bálba, hiszen akkor nem volt még színpadon a tánc. De mi szeretnénk nyilván minden falu, minden tájegység a legszebb viseletét szeretné bemutatni, és így tulajdonképpen ezek a régi ruhák újra életet kapnak, újra színpadra kerülnek, és újra láthatjuk őket. Nagyon sok eredeti 80-100 éves viseletet lehet ma itt látni. A művelődési központ aulája megtelt érdeklődőkkel, a népviseletbe öltözöttek, pedig mint egy divat bemutatón úgy vonultak a közönség elé. A narrátor minden egyes ruhadarabról elmondta a jellegzetességét, ezáltal minden érdeklődő jobban megismerhette a tájegységek ünnepi viseleteit. A fiatal menyecske különleges színű és mintájú ruhájához színben harmonizáló fejcsikét és finom díszítésű cintányéros pildét viselett. Többek között azt is megtudhatták, hogy Ozorán a leggyakoribb viselet a bársonyszoknya volt. Ezen felül persze az összes viseletet ruhadarabról ruhadarabra mutatta be a narrátor. A közönség nagy tapssal jutalmazta, a szebbnél-szebb öltözetet magukra öltöttek felvonulását. A tájegységek viseleti bemutatója végén egy-egy arra a vidékre jellemző táncot is megmutattak az érdeklődők számára. A Tamási Pántlika Néptánc Együttes következő rendezvénye a Májfa kitáncolás lesz május 28-án a Városi Gyermeknap keretében.